Maszkban érkezett a kompolt egészségnapra dr. Bauer Kálmán, a Füzesabonyi Egészségügyi Központ belgyógyásza. Mint mondta, ezzel is demonstrálni szeretné, hogy a közösségi terekben fontos a védőeszköz viselése, és az nagy szerepet játszik a járvány terjedésének meggátolásában. Kiemelte, mindenki arra számított, hogy a nyáron kevésbé fog fertőzni a vírus, de ez sajnos nem így lett. Jól látható a térképen, ahol a nemzetközi terjedést mutatják be, hogy azokban az országokban is, ahol nálunk sokkal melegebb van, nagyon-nagyon komoly terjedést mutat a járvány, és ezt jól láthatjuk a környező országokban egyre jobban terjedő járványügyi adatok alapján is. Alapvető, hogy a távolságtartás, tehát ez a 1,5-2 méteres távolság betartása, lehetőleg zsúfolt helyekre ne menjünk, ha megtehetjük, próbáljuk ezeken a helyeken az eltöltött időt minimalizálni, és a kézhigiénének a fontosságát is hangsúlyoznám, rendszeresen mossunk kezet. Ez egy nagyon súlyos járvány, egy teljesen új vírus, nincs ellene immunitása a szervezetnek, ezért tulajdonképpen mindenki fogékony rá, és pont ez a nehézsége. Amíg oltó anyag nem készül el, addig csak ezekkel a rendszabályokkal tudjuk a járvány terjedését megakadályozni. Az időseknek a járványügyi szabályok fokozott betartását és a közösségi terek a tömeg kerülését javasolja dr. Bauer. Előadóként még jelen volt Atkári Anita, aki az időskori mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az EFIN belül már 8 éve tart órákat az időseknek, Nagyi Tornát és Pilateszt. Ebben a korban is nagyon sokat jelent, javítja a testtartásukat, valamint azt gondolom, hogy a mentális egészségüknek is nagyon jót tesz, egyrészt, hogy közösséghez tartoznak. Sok az egyedül álló, ugye, a idősebb korosztályba, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos számukra is, tehát lehet őket fejleszteni ebbe a korba is. Nyilván az idősek élettani sajátosságainak megfelelő, egyszerű, erősítő, nyújtó gyakorlatokat végzünk a tornákon, amik ülve és állva is egyaránt végezhetőek, így mindenki meg tudja találni, vagy mindenkinek megtaláljuk közösen az úgymond az edzettségi szintjéhez és az életkorához megfelelő gyakorlatokat. Nagyon lelkesek. Tartottam gyerekeknek is sokáig tornát az óvodába, és hasonlóak így lelkületükben, tehát nagyon tudnak örülni minden új dolognak, nagyon lelkesek, nagyon kitartóak. Azt gondolom, hogy pont ez a két korosztály, akik a leglelkesebbek, a nagyon fiatalok, tehát a gyerekek és az idősek. Talán pontosan így a középső réteget nehezebb talán megtartani, vagy rávenni a mozgásra. Tehát azt gondolom, akikkel kisgyerekkorban megszerettetik a mozgást, nekik később is igényük lesz erre. És tehát mondom, engem is nagyon meglepett, hogy az idősebbeknek is milyen fontos ez, és mennyire tudnak örülni neki. Mindig mutatták, hogy eddig tudtam felemelni a karomat, de most már még magasabbra tudom, és hogy milyen jól alszanak azóta, mióta mozognak, mennyivel jobb a közérzetük. Hogy hasonló pozitív élettani hatásokat tapasztalnak ők is a tornával kapcsolatosan. Tippeket adott az időseknek, hogy hogyan mozogjanak otthon, ugyanis a járvány miatt jelenleg csak online találkozik a csoportjába járó idősekkel. A Füzesabonyi VTV azoknak az időseknek, akik nem tudnak Anitával tornázni, számukra szerdán este 6-kor tűzi műsorra a Nagyi Tornát és a Pilateszt.